megkapták a lootot, és a 11-es csapat még akár meg is teheti ezt. Hát a 11-es csapat szerintem akkora jasznáját ugrik, mint az ő. Rámehetnek még, az még akár Stalber is lehet. Stalber lehet. Nem lesz. De lehet jasznája is. Senki nem mer. De lehet Stalber is. Vagy akár jasznája. De mi, ők vannak ott egyedül. Igen. Hát mindegy, őrültek. Egy, kettő, várjál, számolom a csapatokat. Egy, kettő, három, és azt mi is látjuk, igen, hogy megörülés van a térkép közepe táján. Ez, meg iskolára. De ott, várjunk már. Gettó, iskola, pocsinki. Mi történik, gyerekek? Mi a bánat történik? Miért ugranak a játékosok egy helyre az utolsó mérkőzésen? Miért nem egy széthúzott térképet látunk? Valószínűleg már nem akarják húzni az időt, és csak a küzdelemre várnak a térkép közéső felében. Észletes küzdelmek lehetnek, mert néhányan le is érkeztek, és akár öklözéses befejezés is lehet. Már gázolásos, hatalmas ugrás, édes Istenem, fenomenális ugrás mondhatni. És már visszavonulót fúj ezzel az ostrom gépezettel, hát amit most alattal van. Én egyébként beálltam volna a kocsival az ajtóba. Ja, és itt nem jutnak el. És kiszállok. Majd elmegyek keresni egy gránátot és visszajövök. De mi nem tudnak kijönni olyan? Nem. Komolyan? Nem. Szemből nem lehet beszállni az autóba. Jézusom. Van, aki trükkök meg cselek. Jézusom, én ezt nem is tudtam, de hát the more you know, ugye, ahogy a mondás is tartja. Vanti közben majdnem megsérül, de hát szerencsére. Viszont hát, fenomenális gyilkosságot láthattunk, az összes sebzés ki lett osztva. Derejusz volt az, aki a meccs első Nokiát megszerzett. Azon gondolkodom, hogy miért 60 játékosunk van, és vajon ki hiányzik. De ez ki fog hát derülni. Derejusz most már hiányzik, mert ő megkapta. De ő is csak fekszik, az nem halál, az ott a halál, most és halál. Most már csak 59 játékos, és fenomenális. Animal lesz a második. Lehet az egyik csapat, az egyik ja, nem, csapat úgy gondolta, hogy... Én megöltem volna. Wow. Az egyik csapat lehet úgy gondolta, hogy most már nincs esélyük tovább jutni, már csak matematikai sem. És egyébként elég sok csapat van, akinek már nincs esélye tovább jutni. Hát, de ha egyszer egy kupára jelentkezel, azért az nem becsületbeli ügy, hogy játszod. Hát... Becsületbeli ügy, nem becsületbeli ügy, lehet, hogy nekik az idejük fontosabb. Minél, mint egy kupa? Hát, mint hogy most itt játszanak még egyet. Hát mert a végén el tudom mondani azt, hogy én kell... csak 30 ponttal maradtam le, és nem 400-al. De hát az senkit nem érdekel. Az ezüstérmet senki nem jegyzi meg. Ez tény. Meg itt meg a bejutókat, akik éppen nem jutnak be, őket sem. Lehet, hogy holnap menni kell meggyet szedni, vagy ilyenek, és valószínűleg ez lehetett az ok. Ez egyébként... Mert ugye most érik a meccs szezon. Abszolút. Ez október végi meccs szezon. Basszus, de jó, hogy mondod, lehet, hogy holnap én se vagyok. Ja, mert ez már hát, megy. Hát szóltak most, hogy meccs szezon. Ó, basszus. Na mindegy. Hát Markov, azt mondja a Kalasnyikovval a kezében, hogy kakas, állj, csirke vagy. Csirkévé tettelek. Igen, ez még nem egy csirke vacsora, de. Mondhatni, hogy most már senki nem fog kakaskodni. Ez most már nagyon gyenge. Ez... Igen, mert nagyon késő van ehhez. És most mehet a Little út 20 percen keresztül. Nem hagyjátok abba ezt a Little utalást, szétcsapok köztetek. Annyira jó amúgy. Annyira borzalmas. A tárgyak magukhoz vétele következik az elkövetkezendő 10-20 percben. Bár egyébként itt még akár küzdelem is kialakulhat. Úgy néz ki, hogy Krappáék most tanultak az előző hibáikból, és most már teljesen egyedül, egy egységként viselkedve próbálnak meg loothoz jutni. És már érkeznek is Chris the Beast-ék. Lehet, hogy konfrontáció is lehet. Intergalaktikus csata alakulhat ki. Hát itt ilyen közelről felvenni elég jó. Mezitlábos játékos, ugye, taktikailag nem fél. Hát egyrészt nem egy félős játékos. Egyébként van taktikája. Van, persze, más ugye a lépéshangok. Mira már rosszabb, de a többi pályán ott jobb mezitláb lenni. Nem mondom, hogy halkap, szerintem csak másabb a lépés. Ilyen slattyogás. Slattyogás. Olyan, mintha egy ilyen, mintha mondjuk egy bár falát mostad volna egész nap, és utána abban a cipőben jönne abba játszani. Abba slattyognál, aha, tényleg tök olyan. Ez például simán benne van. Ilyen csúszpákolós, ilyen trosnyogós. A trosnyogós, a csúszpák az egy kicsit más, de a trosnyogós az teljesen. Hát igen, trosnyogós. Igen. Trosnyogós. Lehet még ilyen slutyogós igazából, de az attól függ, hogy esős időben mostad el, vagy napos időben. Hát ilyen csumpázgatós. A csumpázgatós az még teljesen, az én úgy gondolom, hogy 100%-ig fedi a valóságot. Közben itt emberek lőnek egymásra. A valóságot, ha ez nem egy fikció lenne, persze. Hát, ugye. Namírnak már nincs sok élete. Na miért nem halsz meg?
gondolhatják az ellenfelei. Jézus. De most inkább a gyógyulást választja. Basszus. Buresz, nem jönnél leváltani? Tehát, hogy igen. És lehet is találni, és mégis. És semmi nem történik még mindig. Órákon keresztül. De hát úgy néz ki, hogy azok bandázsok, úgyhogy most egy ideig ott még el lesz abban a házban. Köszönöm szépen, Buresz. És itt is vagyunk. Hello, hello, üdvözöllek, szia, Féreg TV. No, hát itt Rozsokban mi történik? Nézzük, nézzük. A drónnal. Drónnal látjuk épp a különböző helyzeteket, pozícionálásokat falon kívül, meg ház mellett. Csabi, szerinted a 8-as vagy a 8 fele, tehát a 4-es csapat fog itt nyertesként kijönni? Egyébként még egyszer szeretnék megdicsérni az elképesztő matematikai képességeid miatt, hiszen a 8-nak valóban a 4 a fele, de most úgy néz ki, hogy ennek a felese tréfa, mert Ferson elszenvedi a sebzéseket, és most már mondhatni, hogy a fetreng is a földön. Ez pedig excellentől egy kiváló lövés volt, és Vanti is kapja rendesen. 3-3 ellen kegyetlen küzdelem alakulhat ki. Ott egy kicsit... Vajon detektálják-e Namirt? Namirt egy kicsit távolabban a tűztől. Ó, és Bajax az, aki közben... Bajax iszonyatosakat lőtt. Iszonyatosakat lőtt. Kettős gyilkosságra készül, vagy elhúlik két játékos által. Nagyon szép a píkelés, csak az ablak párkány miatt ott nem lehet ellőni, igen, sajnos. Megkapta, megkapta. PH hivatalos volt az, aki befejezte. Illetve lenokkolta. Aki befejezi, azt még nem tudjuk, hogy ki lesz valószínűleg az idő, és így is van. Elhullott ebben a titáni küzdelemben. Viszont visszakapcsolunk ide az előző két csapat küzdelmére, ahol 3-3 ellen, de úgy néz ki, hogy 3-4 ellen, mert közben sikerült felszedni Persont. 3-4 ellen. És Vantit is. Ó, az mi? Én kiszámoltam. Az ugye... M24 szájt nélkül. Az a kis csücsök, az a kis csücsök van ott. Az a kis csücsökkel kell egy fejed becélozni. És... Igen, a kis redővel kell valahogy. Namir annyira nem számít rá, hogy tőle balra egy játékos a tetőn figyel. Az fenomenimál lehet az, aki itt véres bosszút állhat, hogyha Namir egy picit kidobja a buksiját itt a lépcső fejel. Ott lehet, azt talált! Benne van, nagyon gyorsan vehetett. Második az már szinte no-scope volt, és azért egy kis odatúrás, viszont... Azt nézd meg, célzás, céloz, céloz, és mellé lövő, talán, 1-2! A fekvés életet menthet, miért nem tudom, hogy... Komolyan, na, szerint. Itt jó lesz. Várjál, lőnek, lefekszek, várjál, nem itt fekszek le. Hát mindegy, itt igazából, hogyha egy szinten van veled, akkor amiatt a perem miatt nem nagyon lehet eltalálni, úgyhogy... Na, kilőtt, honnan lőtt, mutassa magát, hol a feje. De így most már jó. Aha, nem volt extra sebzés. Zomnyaktörés majdnem kivitelezésre került, de aztán mégsem. Vanti. Ferson ismét megkapja egyébként, úgyhogy most már nagyon gyorsan vérzik. Fröcsköl belőle az életet adó nedű. Fel kellene szedni most nagyon gyorsan, hogyha itt még akár a győzelemre is rámennének a játékosok. De úgy néz ki, hogy a gyilkosságok fontosabbak. Hát ez egy ház. Nem, sikerült. Namir ezt bukhatja, ezt akartam mondani, hogy ha ennyire kipíkel a házmögül, akkor ez kevesebb fedezéket ad neki. Szóval érkezik a háttérből. Igen, ő volt az, aki ebben a csatában nem vett részt eddig, és most ő lehet az, aki az ellenfél vonalai mögé jutva. Na, házfoglalás. Persson ismét a földön. Igen, ez most már a harmadik. Itt most már folyik. Ez most már 2-4. És ennyi. És hát... Viszontlátásra. A 404-es játékosról nem tudták, hogy hol van. De végül is ő lett az, aki megszerezte a gyilkosságot. Te elkuncogtad magad. És most pedig még Solert be kellene fejezni, meg kellene találni, és elvenni tőle az összes lootot. Valószínűleg ezek a terveik Vantiéknak. A napom teljes. Iszok még egy kávét, és egy teljes kávét. És aztán pedig minden jobb lesz. Na, hát a Rozsoki buli lassan véget ér. Solernek kéne most egy jó hátat fordítani, és elslattyogni. Elcsoszogni valamerre, ott egy ejtőernyő nyomait láthatjuk felfedezni a fűvön. Nem tudom, hogy miért fűvön öztem le a fűvönt, de mindegy, egész jól hangzott.
és ott érkezik a csodálatos csomag, amiben nincs más. Nem gondolnátok, hogy mi van benne. A dolog, ami abban a ládában van, pedig nem más, ami B-Turbo markában landol szinte egészen biztosan. Hölgyeim és uraim, egy hármas mellény. Egy hármas sisak. És egy fegyver, ami nem lesz más, mint egy MK14 tárral, lőszerrel, egy hármas táskával és grivel. Extended Quick Draw, hölgyeim és uraim, soha nem láttunk még ilyet, hatalmas loot, és turbónál landol, aki pedig brutális mészárlásokra készül ezzel. Látszik az adrenalin, és valószínűleg a homlokán kiduzzadó erek is. Sajnos most ezt nem tudjuk nektek megmutatni közelebbről, de biztos vagyok benne, hogy ez történik. És hát majd egyszer esetleg még lőni is fog ezzel a fegyverrel. De mi volt az, aki az előző be az AVM-mel? Mit keres megint nála egy AVM? Az AVM-mel a hegyoldalra lapította a népet még Miramaron. Valószínűleg ő az AVM-es a csapatban. Nem tudom, hogy tudod, de minden ötfős csapatban van egy van AVM-es. Aha, oké. Így már érthető, hogy miért nála van az AVM. Davi az, igen. És hát a virtuális valóság János az, aki megmutatta a csapattársának a vezetési... Minden, valaki mindig meghal emiatt, minden körben, ez megtörténik, tehát benne van. Ezek a pótos ifák, nyerges vontatók olyanok, hogy még nincs bennük tolatóradar, nagyon nehéz hátulról detektálni, hogy éppen kinek a koponyáján csattan az a bizonyos kerék. Hát krappen a golyók csattannak. No krappa. És most kapja is rendesen. Markov 5000-rel. Krapja. Krapja, így van, krapja, adom. Taki él egyedül közülük? Jól látom? Vagy, előfordulhat. Vagy csak ők voltak, akik mindig szétszélettek, ugye, úgyhogy simán lehet, hogy... Helket pedig ejtőernyő nélkül ugrott ki a repülőből, ezzel számára hamarosan ez a mérkőzés véget ér, csak a csapattársai össze nem lapátolják a maradványait. Micsoda? Nem tudom. Helket valóban lezuhant. Ja! Jó, lehet, hogy pont nem figyeltem. Az nem a... Az a lezuhanás, vagy a vízbe fulladás? A van egy olyan, amikor így örül a karakter, hogy jé! Na, az lesz a vízbe fulladás. Az a vízbe fulladás. Ó, és két külön csapat végez Janival és Kresszánnal. Igen, Jánosék két tűz közé kerültek, és most már ebből sosem fognak jól kijönni. Lego Trooper is itt befejezi. Hamarosan így a 9-es csapatnak. De Bly még lehet, hogy ott van. És Hellcat az, aki végez Hellcattel végül. Igen, nem tudom, hogy ott mi történik. Meg, hogy igazából itt mi történik, az sem nagyon, hiszen hatalmas. Hát természetfigyelő túrán vannak igazából level-up-ék. Úgy gondolták, hogy hát itt az ideje most megnézni ezeket a dombokat, és a zöld jelölésű turista ösvényen végigmenni. Valószínűleg a ragyogókék szalakótát keresik egyébként, de sikertelenül. És még Boris is az, aki ránéz, hogy talán egy kis madárka van-e a közelben. Így van ilyenkor egyébként a játékosok, amikor följönnek ebbe a gombába, ez tipikusan jó spot arra, hogy madárfészkeket keressenek, ugyanis itt a környező fákon előfordul többször is, hogy spanolnak. A madárfészkek. És nagyon durva loot is van bennük. Fürj, pinty, tojás lehet benne például. Az boostol is, meg healel is. Az mind a kettőt csinálja egyszerre. Igen. Unknown Memory-nak valószínűleg mind a kettőt kell csinálnia, mert most megkapta. Nem, mert ők kiszúrtak egy ilyen madárfészket, csak pont arra figyeltek, miközben jött a másik csapat. Az lehet, ott kilóghat még a kobak. Be kéne menni Unknown Memory-t felszedni, de úgyhogy... Úgyhogy Dezi tartja őket, így nagyon nehéz lesz itt a vége, fuss el vélem. Hát pedig Rule ez hatalmas nagyot vitt két meccsel ezelőtt, vagy nem is az előző meccsen, ott volt a 11 killes. Vagy kettő, már nem is emlékszem, de volt egy régen volt, mert ember feletti volt. De hát most úgy néz ki, hogy hát ő is csak ember, vagy csak kikapcsolta, na mindegy is. A lényeg az, hogy a THR ebben a meccsben már nem fog részt venni. Úgyhogy az első hely az még szabad? Lehet, hogy a level-up-ék lesznek az első? Nem gondolom, hogy... Közel? Kérünk szépen egy ponttáblát PIP-be! Hogy állunk a negyedik meccs végén, köszönöm. Na, ez nagyon fontos információ most, ugyanis ebből kiderülhet, hogy ki az aranyérmes, mert az előbb már megbeszéltük, hogy az ezüstéremre senki nem emlékszik. Aha, 1900-zal a... Ott lehet. Hát ott lehet. Ott lehet. Ott lehet. A level up most megnyerheti, a level up, és most a gyilkosságaik száma is több, mint amennyi ahhoz kell, hogy a megnyerés után megkapják. Ugye ide kell, ha kiesett 14-ként, az azért jó nekünk kicsibe, hogy közben nézzük a meccset. És közben számolgatunk, ugye, hogyha... De mennyi pont egy csapat? A Team Horizon Reaper kiesett ugye a 14. 64. helyen. 64. Kiesett a 14. Egyébként mindenki meghalt, ugye?
Ó, Buresz, ellopom a papírját. A THR esett ki most, igen, a 11. helyen. Ja, igen. 14. helyen. 14. helyért jár 15... 20 pont, tehát hogy az... Az akkor 1920. De 15 csapat volt ilyenkor is? Vagy ilyenkor igen, már? Hátulról 16. helyért 0 jár, 15. helyért 10, a 14. helyért pedig 20 pont. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ott nem változott. Technikailag megszületett az a körülmény, hogy a Level Up megnyeri ezt a... Trónfosztás következtetés. Iszletos fosztogatásoknak lehetünk majd tanulni hamarosan. Benne van a pakliba, maradjunk ennyibe azért. Ne feledd el, hogy Turbo az, aki most turbofokozatra kapcsolt, és megőrülve kifosztva egy ládát. Gilliben... Az ott mi? Nézd már! Mi az a lens flare, vagy mi? Az mi a lens flare az, hogy Denzel Washington, ha mögötted vagy... van a nap, akkor az látszik. Mi komolyan? Aha. Én ezt nem tudtam. Lehet, hogy mert én minimumra veszem mindig a grafikát, és azért... De ez... Hát meg mögötted a nap se süt. Hát... Nem is láttam napot hónapok óta. Hát, nem tudom, itt bármi lehet. Hullaszilveik itt most akár még... Rolcsi közben mellélő párad, de egy azért talál, hogyha jól láttam. Rolcsi, én inkább azt mondanám, hogy stresszben tartja az egyes csapatot. Igen, de most őt tartják stresszben. Elszenvedi a sebzéseket. A végső stressz is megkapta. Maverick volt az, aki befejezte. És most aim race, versenyfutás az idővel. Most már menekülniük kell, nincs mese, a győzelemre mennek, látszik rajtuk, hogy a győzelemre mennek, és nem akarnak küzdeni. Aimrace-t ott hagyják, Hullaszilveik! Aimrace... Ott, mert ott a kocsi, hát kettő igen, is. De ott vannak az emberek is. Ó, még éppen... Nyilgáz, nyilgáz! Hát rá kellett taposni rendesen arra a pedálra. Azért hagytak ott az ellenfél csapatnak is egy járművet, hogy biztos, hogy biztos srácok, hogyha nagyon kiszorulnátok a körből, akkor gyertek ezzel. Igen, még bent lehetett, sokkal izgalmasabb. Hát ki lehetett volna, hát bent mindig izgalmasabb, de ki lehetett volna lőni a kerekét annak még, ugye Aimrace még egy kicsit turpiskodhatott volna ott, de hát... Hát de ki a bánat akar ott maradni egy hármas konvoj ellen. Az életét ezt jobban féltette. Hát és az oficiális PH az, aki Takinak végül is a végét követeli. Bly egyébként még mondtam, ő még megvan, bent vecsernyézik abban a házban, és valószínűleg hát Harry Potterben adja elő, tehát a lépcső alatti kis sufniban. Na hát ezért nem kellett volna aggódni, mert hogy itt az egyes számú két csapat Maverickkel és az ő kis SKS-ével karöltve még bőven a körön kívülre aprítja az ötös csapat Gajdiát, aki ott is hagyja a fogát. Ez egy nagyon szép magyar mondatra sikerült, és a füstöt próbálja még egy érzéssel megtúrni, hogy srácok azért nehogy azt higgyétek, hogy mi van. Vagy hogy talán neten esetleg. Hát vagy hogy például, ugye. Mert azért úgy könnyű prüttyögtetni SKS-re is, hogy van rajta szupresszor. Hát meg még az M24-el milyen könnyű. De annál jobb hang amúgy játékban nincs. De ugye az összes játékban... A dugattyú hangja a szupresszoros izének, az M24-nek zseniális. Nem, az összes játékban nincs olyan jó hang, mint az. Talán egy-egy karakter halála lehet még. Egy pár kártyajátékban, de így körülbelül ennyi. Az elképesztően jó a sikerül. Hát és most itt megint egy természet túra. Hú, egy kis fájdalomcsillapító a természet közepén. Kik jártak itt előttünk? Nehogy itt véletlenül. Az anonim gyógyszerészek rúgjának. Nem, ez azért van, mert ha most fölnézel ide a fára, itt van fönn a madárfészek, abból ja, ott van a ragyogó. Persze, mert dobtak neki egy gránátot, amiért ja, kilőgt a fészekből. Nem, mert ugye a nézők szavazták meg, hogy ők kapják. Mert hogy ők olyan szimpatikus úriemberek, és olyan szimpatikusan játszottak eddig. Hát Bly valóban közben ott befészkelte magát szépen a kör közepére, ehhez azért kell némi tehetség és érzés, hogy az ott jó legyen. És azért mellette meg nem. Kérjük szépen egy zoomolást arra a térképre, arra a részre, ahol Bly heverészik. Aha. Ott, hát ő ott nem ott. Nyugodt. Viszont szerintem nem tudják, hogy ott van. Szerintem, hát... Az a garázs konkrétan, ugye? Összeszorított farpofával ül a lépcső alatt. És akkor ezek szerint tudják. Most kaptuk az infót, hogy tudják. Ismétlem tudják. Bly pozíció el van árulva. Flexi pedig Aimrace-szel végez. Hatalmas küzdelem csapaton belüli erőszak, hölgyeim és uraim. Minden egyes meccsen előfordul egyszer-egyszer. Markov és Chris the Beast pedig a körön kívül. Végzi a sorait a körön kívül? Saját önön magákkal végzett. Na nézzük, mi történik a valóságban, mi történik a játékban. Markov megölte magát. Hát egy jobb. Egy, igen, önt. Mármint, hogy nem önt, hanem tölt. Wow. Turbo pedig rejtőzködik a tetőn a gili. Igen, ez annyira nem szerencsés. Várj, várj, várj! Az
10 millió IQ-s játék, hogyha abban a fába sikerül beugrani. De be innen. Lehet ugrani a fába? Nem tudom, de ezeket, soha nem próbáltam. De soha nem próbáltam. Elbújik a fába. Igazából motorral akadtam el fába. Én el tudom képzelni, hogy van a fának olyan pontja, ahova föl lehet valahogy megpróbálja. Keresett egy még magasabb pontot. Ott a buksi, ott a buksi! Turbo, most kellene lőni! 3-2-1! Hej. Süszpütyülön! A süszpütyülön! Turbo! Ki ez a srác? Volt átlagon felüli tehetségének köszönhetően szerzett egy, hát semmit, mert hullaszilva fel fogja szedni. Hát dehogy nem, a lehetőséget viszlát. Elveszi játékosoktól, hogy tovább menjenek. Hát mínusz egy helmet, mínusz egy élet, meg ugye, egy kis boost, valószínűleg némi fájdalomcsillapító is ilyenkor bemegy azért, mert tudod, az annyira frusztráló, hogy az a 10-15% vagy 20, ami még hiányzik az életedből, hogy ez hiányzik, és olyankor gyorsan elropogtatsz egy kis... Tehát azt muszáj elropogtatni. Mebukain fortét, hogy ne fájjon a torkod. Egy ilyen fejlődés után ugye az alap, hogy fáj. Hát de itt a természet lágyul én, itt valami egészen más ropogtatnak a játékosok, valószínűleg egy kis cserkész kolbászt. De hát még mindig tudják ám egyébként, hogy Flexi és Hula Silva ott vannak abban a kis shedben. Turbo a ház tetején, bokornak álcázva magát, vadászik kezébe az puska. De tényleg egyébként nála nem az MK24 volt? MK14 volt? Az, lehet, hogy azt nem vette és ki. Így, van, aki nem szereti. És így azt mondta, hogy nem. Vagy lehet egy nem. Csapattársa viszi el. Na hát oda-vissza megy a háború, és... Aki ezt el szeretné vinni ezeket a gyilkosságokat, az Turbo nyilvánvalóan nekik. Most nagyon-nagyon kell a kill, és egy darab nincs még. Hát nincsen nekik, valóban. Maverick nem meghalt. Jelen pillanatban... A körön kívül. Nem, ők voltak, akik gajdékkal végeztek, lőttek le a két szupresszoros ők. Ja, azok Chris the Beast-ék voltak, én kérek elnézést. Két szupresszoros pukkával. Közeli, hatalmas túrásokban, Pernye Fefe az, aki győztesen kerül ki ebből. Ez hozható. Hát igen, úgy néz ki, hogy a hetes csapatot most. Ez hozható, csak ugye egy gyilkosságokat kéne, KS-t kéne végrehajtani, hogy ez a kill-secure-t biztosítani egy gyilkosságot, mert hogy Turbo a körviszi... közben biztosítja, és nem... Nem, de beadta nem, neki. Nem, a körüli meg. De... Nem, a találat... Ja, az nem számít. Szerintem nem. Szerintem meg de. Most bár mondjuk szerinted, egy gyilkossága van. De szerinted valaki ezt így követi minden egyes játékosnál, hogy most vajon Turbo ölte meg, vagy a kör? Nem, ilyenkor ez számít. Hogyha akkor lett volna a körön kívül... Oh! Szerintem a másodpercnek egy ilyen ezrettört részén múlott az, hogy ez nem lett megint egy kobak. Hát az biztos. De ott most mi történt? Most a Pernyét nem megölték? De Turbo közben... De most akkor mi? Elképesztő információ hiányban küzdünk. Ja nem, Pernia befejezett egy nokkos, csak ugye ő már akkor meg volt halva. És elvérzett. Mi a cél? Fölrobbantani az autót? Vagy kivenni az első kereket? Nem, a kereket. Megvan. Mert ugye egy kereket még kilősz, attól még működik. És ugye az a szenzációs hír, hogy Turboéknak még ez a pozíciójuk jó, viszont ezt láttam éppen a kis térképen, hogy Turboéket lövik. Valaki rájuk lát a hegytetőről. Persze nem sokáig tartható állapot ugye, mert hogy a kör szűkülni fog, és Bláj az, aki bulizik. Igen, aztán... Bláj közben felfedte és... pozícióját, de egyből a gyűjtőbe is került. De szerzett egy időt a csapatának. Észletos darálásokban, hölgyeim és uraim, brutális aprítások, illetve rotációk láthatóak most, amint a Level Up ismét befejez egy teljes csapatot. Vagy legalábbis három embert abból a teljes csapatból most hát, már. Hát most nagyon-nagyon ráléptek a gázra, nem akarják hagyni, hogy a THR ezt elvigye ezt a bulit. És ugye kell a gyilkosság ahhoz, hogy pontokba utolérjék őket, valamint kell az első hely. Most már megvan egyébként. Az előbb a kalkulációk megtörténtek, tehát körülbelül 7-8 gyilkosság kell az első helyhez. Vártam, hogy ezt folytatod, hogy 9-10. Az első helyhez, mellé, és akkor megvan. A második helyen mennyire? 360? Ugye? A tízes csapat eliminálódott, Tibiék befejezték a játékot. Az... Mi a kérdés? 360 pont a második hely, ugye? Igen. 320. Úgy 320? Nem tudom, mert Buresz mindig elpakolja ezt a papírt. 330 pont a második hely, és 280 a harmadik. Akkor lehet, hogy még a második helyel is elegek, hogyha még egy párat ölnek. Na de mindegy is, most Turbék viszont a továbbjutásért küzdenek, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit izgalmasabb. Az egyik fennel Maverick, ő már
Nem, ő nem egyedül van, Vízi Paukék közben egy teljesen másik helyen. Dorantó érkezhet még hátul, és ugye mindig az, aki rájött turbóra, és... Igen, ez hatalmas a, terelés ez a, ez a veszélyes játék, hogy még Dolantót lövi turbó, addig Maverick meg turbolt. De turbó egyébként rendkívül magas intelligencia hányadosának köszönhetően vette azt észre, hogy az a fa pontosan takarja őt, úgyhogy Maverick nem tudná lelőni. Na kukucs bal, kukucs jobb, pedig jó, jó az irányzék. Ajajaj. Egy igazi ninja van a tetőn, azt kell, hogy mondjam. Én ninja harcos. Egy dupla szalatóval ugrott jobbra-hátra. És abból pozícionált balra előre. Hm? Megérkezett a kör. Igen, oda, most oda a pozíció is. Turbo ezt látta, nagyon látja. Nagyon rossz pozícióban van Maverick. Tehát, hogy az a fa, Turbo ellen még véd, de... Eskás eddig semmi. Hát lefelezte azért. Hát kis gyógyulgatás, kis ez, kis az még és benne van. Következő kör is. Még jól a turboéknak. Bloody... Nagyon véres gyilkos. De Vanti viszi el a pontot! Igen, hatalmas lopás. És közben pedig turbo befejezte Maverick-et. Illetve lenokkolta Maverick-et. Most lehet akár a befejezés is belőle. Na. Igen, pont ott volt a csöve vége. Vizipuknak van-e bármiféle fajta esélye arra, hogy felszedje a csapattársát? Én úgy gondolom, hogy nincs. Hát nem sok. Turbo közben szúrja magát. És heal-el is. Ojajaj, szendvics formáció. Az igen. Vanti lő előre, Vanti lő még hátulról. Nem tudom, hogy mi történik. Vanti túrja a füstöt, Vanti szedi a csapattársát, Vanti meg van őrülve, hölgyeim és uraim. De Bandi lőtte le BP-t, meg Vanti is, és akkor... Vantinak a csapattársát is le... és most én nem is értem. Maverick közben egy sziklával arrébb mászott, azt nem tudom, feltűnt-e, hogy... Hát kúszgál, de most már... És Dezi fejezi be Vantit, úgyhogy már csak egy valaki él abból a csapatból. Kukucs. Dezi lehet bajban, igen. Ajajajajaj. Több aspektusból. Oh! És Turbo megkapja a sebzéseket. Észletos kúszgálásokban most turbót fel lehetne még szedni. Justo, baj van, valaki jöjjön, azt szedjen fel most. Indián csapat csak előbb gyere az, be. Aki segít neki majd. Dobom a füstöt, hopp, ez gránát! Ez flash, hogy ne fájjon annyira a felszedés. Hát, ez egy elég kellemes pozíció volt ott. Szurvának, hogyha jól sejtem, akkor az első padló fogása, úgyhogy innen még azért a vérzés nem jelentős, valamint benne vannak még a körbe is, azért ez egy eléggé kellemes és komfortos pozíció a 13-as csapat számára. A Winmate továbbra is ugye egy játékosként, ahogy ezt szokta mindig a meccsek végére, így majd bekúszik valahogy, én azt sejtem, hogy ő fűnek álcázza magát, és ezzel behozza majd a csapatot a harmadik, negyedik helyre, ahogy eddig majdnem mindig tette. Hát, hogy mi fog történni a 15-ös, 17-es és az 0-1-es csapat története, hogyan fog alakulni, ez még azért erősen a jövő zenéje. Bandi ott fekszik egy láda előtt, azért azt érdemes megemlíteni, viszont hát egy heggel kéne azt a dolgot intézni. A 17-es csapat meg ott sutyorog. Azóta, igen, flexi. Ott ülnek, és Uno, valószínűleg unoznak, leültek hárman játszani. És meg az Unoról jött eszem a plusz 4-re, a plusz 4-t rá lehet tenni. Szerintem igen. Jó. Az 5. Mi kiszámoltam. Felírlak majd a listát. Oké. Tehát a teljes csapat visszatérve az előzőre. Na hát Wimmétnek elindult a kúszása, mászása, és van-e más játékos, akit nem látunk, de van ám, bizony van ám, úgyhogy kérjük szépen, hogy a drónt szárnyaljon feljelbe, és nézzük meg a teljes kört, hogy hogyan helyezkednek el a játékosok. Ott bújik Kóp. Ja, de tényleg. Ott bújik Kóp, akinek viszont ezzel a körrel jönnie kell majd. Még van 43 másodperce gondolkozni, és igazából ami rá veszélyes. Hát neki egyébként van ott egy nagyon szexi szikla, hogyha megnézed. Wimmite-ot közben detektálták ám. Ki ez a körülő, Bandi? Aimrace egy hullaszilva lőre. A 17-es csapat, hát mondjuk nem mondanám, hogy felfettem. Ja, de még Flexi is ott van, jó, egy kicsit, igen. Tehát ott hárman vannak abban a esetben. Igen, hárman unoztak, nem ketten. Nem is ér, hát meg ketten azért ott el lehet lenni, de hárman. Hát jó, az oxigén is elfogy. De ki van lő az ablak? Turbo lőtte ki. Ja, lehet. Nem figyelsz. Turbónak köszönhetik, hogy élnek még.
Na hát, hogyan fog alakulni ki? Egyébként nagyon-nagyon vicces, hogy a játékosok ez most nagyon kiverják. Izgalmas. Turbói közben egyházra pozícionáltak, ami egyébként egy nagyon jó taktikai lépés, abból a szempontból, hogy azért ezt sokkal könnyebb egymást megvédeni. És a ravasz meg van húzva, a aimrészék ismételten lőnek föl turbóékra. Tehát ez az ablakharc megy oda-vissza, oda-vissza. Kop pedig elindul. Kopnak muszáj menni, és Vimmét lesz az, akit hátba kap? Vajon számít rá? Egy gyilkosság is lehet. Mehetünk le a lenti kamerákra, és nézzük, hogy mi történik lent a nagymezőn. Kóp kapja, amint kapja, Kóp kapja, Kóp fekszik, és Kópot persze. A tetőről lövik hát el. Persze, tehát nyilván. Vinnel van a szerencse. Mert Vinnel van a szerencse. És körönbelül van egyébként ebben a házikóban, úgyhogy neki a hetedik kör egy nagyon-nagyon komfortos dolog lesz, mert arra kell várni, hogy mindenki, aki nem ebben a setben van, az lője szét a másikat a fenébe, és ezzel nem hogy csak pontokat, hanem hogy helyezéseket tud nagyon-nagyon konkrétan hozni, és azt azért ne hanyagoljuk el, hogy az ötödik hely 210 pontot ér jelen pillanatban, hogyha most bedobja az égszíjat, akkor az is 210 pont, a negyedik helyre még már 240. A harmadik helyre, mint már mondtam korábban, úgyhogy jár 280, a második helyért 330, és ugye az első hely, a prémium minőségű első hely 400 kerek pontot ér. Hát én azt mondom egyébként most így, ha nagyon tippelgetnem kéne, hogy... Mi? Nem tudom, hogy ott mi történt. Valószínűleg valamilyen vizuális probléma. Mi? Mi? Várjál meg. Az mi? Nem, szerintem... Várjál, kilőnék az ajtón, de eléd álltam. De várjál. De mi? De most... De nem is sebződött aimrész. Hát meg se flex. Az ajtó volt lőve és a táskája lógott ki. Nézd, ott van ott az alján, ott a táskán a luk. Mi? De mi? A kamerást lövik! Mi? Hova? Serpenyő van a kezükben, és azt játsszák, hogy egymást lövik. Édes Isten, ne... Én ezt itt teljesen... Lőd meg a serpenyőt, az véd, aha! De ez miért jó? Hát mert a teljes hitemesztettség az, amit látunk. Hát közben elolvashatnánk pár friss hírt valahol, vagy esetleg megehetnének egy mandarint, de... hát ez tanulságos, hogy a pajzs véd. És lehet, hogy az előbb is azt lőtt, és nem a táskát, és azért nem volt sebzés, mert hogy serpenyőről lőnek a fiúk. Ezt senki nem érti, de most már azért figyelni kell. Viszont akkor, amikor majd ezután egy jó csirke... Hát, mi mélyt visszáll? Ó, turbo! Hát bárki más is megölhette volna, hullaszilveik közben azért rájuk tartott. De turbót látjuk, turbót látjuk. Sus, hozza a pontot a 13-as csapatnak. Turbo Bandit fekteti. A heg jó volt Turbótól. Mi van? Gergő Tóth még a kél abból a csapatból egyedül. Bandi iszonyatosan nem tudom, hogy ott mi történt. Nem tudom, mi történik. Olyan, mintha kétszer nokkolódott volna le. Szilveik is kapják most, mert mindenki tudja, hogy ott vannak az előzők is. Lehet egyébként ezt azért csinálták, mert szerették volna elárulni a pozíciójukat. De hát miért tennél ilyet? Hát nem jobb ott ülni benne, és akkor várni. Nem, ezt valóban senki nem tudja, de már csak három csapat él. És hullaszilveik vannak, úgy néz ki, hogy a lehető legrosszabb helyen. Sus a legjobb pozíciót találta meg arra, hogy abba a setbe belövöldözgessen. Mert ez már az utolsó kör. Így van. Itt már el kell indulni. Ha csak hárman rátartanak arra az ajtóra, és amikor a kör elindul, neki kelljek lőni, akkor... Akkor ott vége. Hát ebből még ott baj is lehet, ahogy a népszerű mondás tartja. Elolvad a 17-es csapat. Hát erről beszélek. Pont erről beszélek. Rájuk mennek! Rájuk mennek! Hölgyeim, hatalmas! Rájuk mennek! Rámenés következik! Akarják ezeket a gyilkosságokat! Kettős gyilkosság lehet ebből! Ullaszilag kiszalad áll még a füstbe! A csapatásra halott turbo esik! De Hullaszilva megfordította a küzdelmet. És most ő lehet az, a kör! Ő lehet az, befejezte őket az extra pontokért, és egy V1 szituáció. Ez egy ott egyes... van, Hullaszilva lehozza! Brutális sebességgel hozza le. Jézus Atya Úristen! Játékok, Hullaszilva. Jézusom! Jézusom, hát van ez, ilyen. Nem, ilyen nincsen. Tehát ilyen a mesében ilyen biztos, sincsen. Hogy nincsen. Tehát szerintem ilyen egyszerűen nincsen. 6, 7, 8... 9 gyilkosság, ami turbóéknál landol a második helyen. Hát, ez innen nagyon-nagyon izgalmas, hogy mi lesz a pontversenynek a végeredménye. Bejutnak a turbóék ezzel, vagy nem? Hullaszilva
Itt nagyon, atya úristen, tehát ez turbófokozatra kapcsolatok, tehát jó, hát itt már bármi ez, lehet. Ezt a Silva akciót, ezt kérnénk szépen az összes fellelhető kameranézetből de rögzíteni, igen, klippelni. Elképesztő, az ember akció volt, elképesztő akció volt, hát nem hiába gyakorolt 400 kötél 500 órát naponta. Hát van ilyen egyáltalán? Hát ilyen. Ez egy létező koncepció, hát biztos, hogy Silva, nem az. Silva, kérlek, kapcsolt ki. Az, amit adtam, ne használd, mert már nem biztonságos. Hát elkérte fodától, tehát ez valami nem emberi volt, ami itt történt. De közben pedig csodálatos. Végre egy olyan végjáték, amikor, igen, nem szétunjuk a könyökünket, és itt aztán történtek itt a dolgok. Végig, nagyon végig intenzíven. Történtek a dolgok, végig. Hát ez tényleg zseniális volt. Igen, geniális végjáték, és valószínűleg a pontokat itt már mi nem hát, fogjuk hát tudod, hogy hol majd a szociális médiánkon. A szociális médiánkon mindenképp megtekinthetitek a pontokat, a facebook.com/fusiontv. Linken. Hát vagy a mneb. Vagy a mneb. Vagy az összes linken, ami itt a vagy Twitch-en. A én itt pörgetném a Twitch-et, de nem szeretek ez a dolog. Mindjárt. Ja, mert a teljes képernyős mód az. És mindenképpen a Play-ten fogunk majd akkor döntőbe jutni. Legalábbis annak a 8 csapatnak, akik itt ezt a mérkőzést a legjobb 8-ban szeretnek. Arra megkérlek, hogy legközelebb ne engedd Burezt ide a laptophoz, légy meg, jó, meg ilyen... a stúdióba se engedjük be oda. Igen, mert ilyen fura dolgokat mond megint a fülemre. Na hát, Facebook, Twitter linkünk elérhető itt a Twitch-en, itt alattunk, hogyha a képernyőn picit lejjebb görgettek, akkor megtaláljátok az mnet.hu-t is, ahol megtaláljátok a pontoságrajzát, illetve a versenyző csapatokat, a játékosokat, a jelenlegi pontállást, mindent, ami aktuális, és hamarosan Facebookunkra is mindenhova szétposztoljuk, hogy mi lett a végeredmény. A pontok szintjén teljesz a mai nap. És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Majdre. Holnapra? Holnap már. Holnap leszel? Holnap ugyanez. Leszel holnap? Holnap mi ketten leszünk. Te meg én. Elképesztő. Csak te meg én. Hát mind a ketten. Hozok neked kávét. Meg jó. Banánt. Jó. Akkor majd holnap találkozunk. Plusz egy, azért támadásra meg a HP-re. Vágod. Viszontlátásra. Sziasztok, szépest!